búcsúzik a Hidegkuti stadion. Köszönjük az emlékeket, szól a felirat a lelátónak. A kispadok felüli része egészen szépen megtelt erre a mérkőzésre, és ahogyan Kanta József nyilatkozott a rangadó.hu-nak, már két hete beszédtéma náluk az utolsó forduló, hiszen ez nem egy hétköznapi mérkőzés a búcsú miatt, még egy döntetlen sem megengedhető egy ilyen búcsú mérkőzésen. Vukmir, jó labda Horvátnak, Florian megy vele vissza, de nagyon lekésve, jó a beadás! Vas Patrik eléggé erőtlenül fejelt. Nem volt elesembe se. Vas Patrik. Gyönyörű csel, Vas! Ez eddigi legszebb jelenet a meccsen. Rodenbücher. Bese és Hadaró párosa. Bese lövi elsőt! Bese lövi be! Vezet az MTK. Bese Barnabás góljával 1-0 a hazai csapat javára. Uha, Kovács Olivér hozzáért ugyan, de nem mentett, hanem gólpaszt adott ezzel tulajdonképpen. Bese második góljával 2-0 az MTK javára. Bese eddig megduplázza eddigi góljai számát ebben a bajnoki szezonban. Horváth, középen Eppelék várják a labdát. Kurculescu nagyon könnyelmű, Vas Patrik ellövi a 16-oson kívülről, nem is rosszul. Rusák éppen sasszaizott volna befelé. Lehet, hogyha egy picit előbb megkezdi ezt a mozgássort, akkor nagy bajban van. Szépen fordul be Horvát. Andót beforgatta igazi center módjára, holott nem az a posztja. Csendesen csordogál a mérkőzés a második félidőben. Ezt a csendet egy Vas Patrik próbálkozás törte meg elsősorban. Meg most egy Por Patrik lövés, szép volt, ahogyan eljutott a lövés, igaz is. Ez pedig egy kiváló kiugratás a túloldalon. Horváth, Rusák! Zicsert védett a fiatal kapus. Eppel? Ó, az igen! Gyönyörű volt. 16-oson kívülről ollózta rá Eppel Márton, és nem csak látványos volt, de még azt mondom, veszélyes is valamelyest. Bese. Nem lőhet. Kiabálják a kaposváriak, Bese inkább indít így. Vas Patrik, Rusák! Álva maradt, és ez fontosnak bizonyult a kapus számára. Ez 11-es. Addó birkózott Eppellel, és befújta Pintér Csaba a szabálytalanságot. Eppel szeretné is elvégezni ezt a büntetőt. 72. perc a mérkőzésen, Eppel fölé rúgja. Vukmir, Eppel ugratja ki, Eppel! És nem passzolta vissza Vukmirnak Eppel, aki jól le is szúrja ezért. Üres volt ugyan a kapu, de nagyon kisodródott Eppel Márton, és mégiscsak Vukmir alakította ki ezt a helyzetet neki. Eppel messze a kaputól. Jó kis erős lövés. Eppel veszélyesen játszik. A gól neki sem jött még össze, pedig ott volt rá a büntető is. Bajnoki meccsen az utolsó 10 perc a Hidegkuti stadionban, legalábbis jelenlegi formájában. Az MTK-nak volt még egy stadionja, amelyet 1912-ben építettek, az miközben egy kaposvári helyzet, a legnagyobb kaposvári helyzet Balázs Benyámin előtt adódott, tehát nem véletlenül. Az MTK tervezte, hogy győz, és győzött az utolsó meccsen itt a Hidegkuti stadionban.